körbeálltam egy énekapot. Akinél van, azt tegyek fel, hogy emeljek, hogy lássam. Szuper, nagyon jó. Ezen az éneklapon egy nagyon egyszerű szöveg van, amit ma meg szeretnénk tanítani nektek, önöknek. Itt van Eszter, aki ez a dalhoz hozzátartozik egyfajta mozgás. Hisz a dalnak a címe Akekko, vagy Agekko, otthon hívjuk. Arról szól, hogy keresem Jézust, keresem mindenfelé, de nem találom. Nem találom őt, és egyszer csak ő az, aki megérint, aki rám talál, aki megtalál engem. Ennek van egy koreográfiája, meg a dalt, meg a koreográfiát Sándor, Gáspár Sándor Karmagyunk tanítja meg, illetve Eszter a mozgást. És a dalt Emma lányunk szeretne elénekelni, fogadják nagy szeretettel, de előtte Sándor és Eszter megmutatják a mozgást, illetve a dalt. És üdvözlök mindenkit, örülök, hogy ennyire eljöttek a mai koncertünkre. Amit már István is elmondta, ez a dal arról szól, hogy keresjük Jézust, mert Jézus csak egy van, és nincs hozzá fogható, még egy, de nem talál. Ez egy zulu nyelven induló dal, és a szövege így hangzik, akinél van szöveg, akkor azt így fonetikusan is tudja mondani. Akekko o fannano Jézu, Akekko o fannana Jé. Az elmond, már a felét tudjuk is a dalnak, ezt most ismételjük el együtt kötetlen, hol hangosan, velem együtt, hol? Akekko o fannano Jézu, Akekko o fannana Jé. Ez meg van ismétel, ez kétszer van. Van az a része, a verze része véges dalma, a második korban ottában, amikor keresünk magát Jézust, nem csak megyünk is, nem találjuk őt, hanem keresünk is, azt pedig így van, hogy sa hamba hamba luto luto, sa funa funa luto luto, sa gike leza, ez a sa gike leza luto luto, a keku fana na je. Jó, azt mondjuk el együtt. Sa hamba hamba luto luto, sa funa funa luto luto, sa gike leza luto luto, a keku fana na je. És akkor most megmutatjuk hozzá a koreográfiát is, és ezek után, hogyha Eszter miközben én énekelem, és Eszter megmutatja, akkor egy pici testmozgással úgyis kicsit hírosodik benne a templomban, fel úgy öltözve, megtehetjük ezt majd úgy is. Jó, szóval arra kérem önöket, hogy miután megmutatod a koreográfiát magával a dallammal, legyen kevesebb fölállni, jó bátran, és megcsináljuk egyik ezt a koreográfiát, és utána közösen mindenki közösen előadjuk a dalt. Jó? Mit szólnak hozzá? Jó? Jó lesz? Akkor tessék fölállni. Szerintem szuper lesz. Először nem úgy jó koreográfiát, ez a dallal együtt, jó? Akekko o fannano Oh,
főszereplő az Emma, jó? És akkor megmutatja az Emma szépen lassan, és majd a dal, felemeljük, jó? Aztán pedig megnézzük tempóban, jó? És akkor a grafikai jól gyorsulsz. Thank you.
kegyelem ügyelettel, úgyhogy... Következő dalunk számbenék, akik valaki kopogtat, úgy ismerik azt az bibliai idézetet, hogy Jézus ott áll az ajtón. Jól azt mondtam. Jézus ott áll az ajtó előtt és kopogtat, beengedjük-e őt. Van-e bizalmunk megragadni a kincset? Vagy amikor halljuk a kopogást, akkor összerezzenek, gyomhat vagy örömmel tárunk ajtót Jézus vagy kopogtél előtt. Ezt fogadják szeretni. Somebody is knocking at your door. Somebody is knocking at your door. Oh, sinner, why don't you answer? Somebody is knocking at your door. Somebody is knocking at your door. Oh,
Amen.
Szeretlek-e fényem zúdol, Eszter és Zoli szóló énekével. Semmi értelme nincs látszólag. Mennyire hiába volna tűnik az a munka, amit az Isten felhív bennünket, hogy ráadásul egy pusztában kell utat építeni, aztán végképp semmi nincs, aztán semmi érték nincs. Miért kell ezt? És azért, ha mindjárt ma körbenézzük, akkor pont azt látjuk, hogy az emberek minden nagyobbat, fényesebbet és magasabbat törnek, és látszólagos ezek a pusztában vezető utak, látszólag fölösleges és jelentéktelenek, pedig nem azok. Mindjárt jól tudjuk azon, hogy az életünkben sok-sok helyről érkeztünk ma, hogy amikor az életünk egy ilyen látszólag puszt
puszta és sivár környezetben zajlik, amikor hirtelen azok vesznek csak körül már minket, akik valóban szeretnek, és akikhez valóban jó tartozni, akkor az életünk gyökeresen alakulva rendeződik át. Adventben erre akar bennünket fókuszálni az Isten. Következő dolgunk címre aranyszám mondja. Thank you.
részben az imádságban, a teljes imádság, amely próbál bennünket összekapcsolni az Istennel, és szeretnék a vele is, és egymással is összekapcsolnánk fizikailag is. Kérném, hogy ha ismerik, ha nem, aki mellettük ül, kérném azt, hogy fogjuk meg egymás kezét, és együtt imádkozzunk egymással. Thank you.
kertünk hozhat egy cipős dobozt. Nem egy nagy szervezetnek gyűjtünk, megfogunk azokba a földpadós szobákba, ahol gyermekek jönnek és kezünkbe adjuk ezeket a gyermekeket. Nem pészkölt és nem húzítok senkit, soha nem is tettem. Azt gondolom, hogy körbenézünk az otthonaiban, számtalan olyan használati eszköz, játék, stb. Van, amit egy majd gyermek jó szívvel tud használni. Kedig elhozhatják, mi azt a helyben lévő családsegítő szolgálatok segítségével célba juttatjuk. Következő dalunk címe Rézmiá. Ez a dal is sok helyről ismerős lehet nekem számára. Felkaroltál engem. Ma azt gondolom, hogy keresztény emberként ez óriási élmény, hogy az Isten felkarol engem. Hogy amikor látja, hogy elesek, akkor nem vagy ott, nem vagy belém. Amikor hátat fordítok neki, akkor ő nem fordít nekem hátat, hanem utána ő megölel, felemel, belém való magához mellett. Thank you.
szeptemberben talán azt gondolom, hogy nemzetközi csapatként, második nemzetközi csapatként csatlakoztunk egy Gospel Day rendezvény sorozathoz, amit Németországban most már 3 vagy 4 éve tartanak, több száz gospel kórus részvételével. Nem egy helyen, hanem mindenki a saját helyén, a saját gyülekezetében. Hál' Isten, ott egészen más a felfogás, nagyon sokszínű, sokféle gyülekezetből, sokféle gyülekezeti, felekezeti gospel kórusok vesznek ebben részt. Egy jótékonysági rendezvénysorozat, melynek célja, van egy szervezet, Broadfieldvel kenyeret a világnak, egy nagy, nagy múltra visszatekintő német jótékonysági szervezet. Az Afrikában élő gyermekek javára gyűjtenek, és ők is valóban célhoz jutatják. Illetve, hogy népszerűsítsük adott helyen a gospel műfaját. Ez volt a dal az idei találkozónak, és az volt még az érdekessége, hogy online délben 12 órakor 250 kórus, több mint 10 000 ember énekelte el ezt a dalt, amihez mi is csatlakoztuk úgy, hogy online közvetítve volt ez a énekünk koncertünk. Will we stay? Mi fogunk maradni, fogadják szeretettel. Thank you.
nekem mindenképp ez, ezek ilyen apró csodák, hogy egyre több embert ismerek meg, és egyre több ember van közöttünk. Én meg szeretném köszönni nekik az zenekarnak, hogy itt vagytok, hogy vagytok. Basszusgitárnak és Endrónak. Thank you.
következő dalunk címe, utolsó címe, sikerült belekeveredni én, amit. Jól ismert Neoton Familia dal, Elmúlik karácsony. Bár nem volt szó, én kőbe adnék egy kosarat, aki úgy gondolja, hogy szívesen támogatná a kórusunkat, amit azért látják, hogy még sok-sok felszerelést kell beszereznünk, mindezt magunk módján, magunk eszközeivel tesszük meg adományokból. Kőbe adok egy kosarat, aki úgy gondolja, hogy szívesen áldozna arra, hogy tudjunk magunknak venni még hangosításnak, hogy tudjunk fénymásolni kottákat, ezt jó szívvel köszönjük. Itt elindítom, és akkor úgy gondolja, hálásra köszönjük. Ha elmúlik karácsony. Thank you.
csak akkor adjuk elő még utoljára egy szót. A Akeku Fanano Jézus még egyszer. Ünnepek alatt
Minden vasárnap 11 órakor tartunk itt Isten tiszteletet, szenteste este 6 órakor tartunk itt Isten tiszteletet, karácsony napján, vagy másnapján pedig 11 órakor hívunk és várunk szeretettel mindenkit. Egy áldással induljunk útnak ma haza és az előttünk álló új egyházi esztendőben, illetve az előttünk álló majd polgári esztendőben. Úr, adjon nekünk bölcsességet, szeretetet, megértést, türelmet, hogy az ő útján járunk. A Fiú adjon nekünk azt a megbecsülést, azt a szeretetet, azt a törődést, amit ő adott a világnak. Szentileg Isten áldja meg az utunkat, őrizze meg bennünk, őrizze meg lépteinket, mostantól fogom mindörökké.